A hullámok terjedése. 5. A lencsék működése. Tudjuk, hogy a hullámok megváltoztatják terjedési irányukat, ha olyan közegbe érkeznek, melyben más a terjedési sebesség, mint az eredetiben. Ha átlátszó anyagból forgásszimmetrikus, gömbfelület darabokkal határolt testet, azaz lencsét készítenek, akkor ennek görbülő felületein a hullámfrontok és terjedési irányok megváltoznak. A hagyományos, látható fényt használó lencsék üvegből vagy átlátszó műanyagból készülnek. Speciális anyagok képesek az infravörös sugarakat vagy épp a hangot hasonló módon eltéríteni, így azokból is készíthető lencse, amivel ezek a másfajta hullámok irányíthatók. Nézzük meg, mi történik, ha sík hullám érkezik egy domború lencsére, melyben a terjedési sebesség kisebb, mint a környezetben. Ilyenkor a lencsén úgy változik meg a hullámok terjedési iránya, hogy a belső sík hullám gömbhullámmá alakul, melynek frontjai közel egy pontba futnak össze. Ezt a pontot a lencse fókuszpontjának nevezzük. Figyeljük meg, hogy a hullámok nem pontosan egy helyre futnak össze. Ennek oka a hullámok elhajlásában keresendő. Ez a jelenség azért látható jól az ábrán, mert a lencse átmérője csak a hullámhossz 40-szerese körül van. A gyakorlatban ez az arány általában több ezerszeres, így a fókuszálás tökéletesebben valósul meg. Az előzőekben bemutatott jelenség fordítottja is működik. Ha a lencse fókuszpontjából gömbhullámokat indítunk, azok a lencse után párhuzamos nyalábbá, azaz sík hullámmá állnak össze. Itt is megfigyelhető az elhajlás hatása, ezért a párhuzamos nyaláb nem tökéletes. Mi történik, ha a lencse nem domború, hanem homorú, azaz középen vékonyabb, mint a széleinél? A számítások szerint ekkor nem alakul ki fókuszálás, azaz egy belső sík hullám és egy gömbhullám is olyan szétfutó gömbhullámmá alakul, melynek középpontja a lencsen azon oldalán van, ahonnan a hullámok jöttek. A középen vékonyabb, homorú lencse tehát semmiképpen nem gyűjti a hullámokat, ezért ezt szóró lencsének nevezzük, míg a hagyományos domború lencse neve gyűjtő lencse. Ne feledkezzünk meg arról a feltevésről, hogy a lencse anyagában kisebb a terjedési sebesség, mint a környezetben. Ha a sebességek fordított viszonyban lennének, akkor a domború lencse viselkedne szóró lencseként, a homorú pedig gyűjtő lencse volna. A geometriai optika mindegyik lencse viselkedését részletesen tárgyalja.